Ilyen kompjútertomográf berendezésből sikerült kettőt beszerezni a magyar-román program segítségével. Az egyik a nyíregyházi telephelyre került, a másik Nagykálóba. Emellett szívultrahangot és egy speciális, az agyi eleket vizsgáló műszert is vásároltak. Persze nem csak tárgyi, hanem orvosszakmai jelentősége is volt az együttműködésnek. Lehetőség nyílt fejlesztések megvalósítására, így két új CT készülék került, az egyik a nyíregyházi tagkórházunkba, a másik a Nagykálói tagkórházba, egy szívultrahang és egy speciális az agyerek vizsgálatára szolgáló készülék került a neurológia osztályunkra. Azaz a pályázat lehetőséget adott számunkra ezeknek a fejlesztéseknek a véghezvitelére, és ez sikerrel befejeződött. A másik része pedig, hogy már ez nem az első sikeres közös pályázatunk a Szatmári Kórházzal, szorossá fűztük a kapcsolatunkat, ez egy szakmai együttműködésre is lehetőséget adott, hiszen itt voltak szakmai előadássorozatok, mind kardiológia, mind neurológia, ezen ideggyógyászati területen, megismertük egymást, kialakultak a szakmai kapcsolatok, emberi kapcsolatok, ez szerintem nagyon fontos, hogy itt vagyunk egymáshoz közel, mindössze egy 70-80 kilométer választ el minket, két nagy megyei kórház, és nagyon fontos, hogy ismerjük egymást, tudjuk egymást, ki mit csinál, hogy dolgozik, hiszen a betegeik úgy magyar állampolgárok bekerülhetnek ott is a kórházba, román állampolgárok Magyarországon, és ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy lássuk el őket, ugyanolyan magas szakmai színvonalon is meglegyenek azonok a kapcsolatok is, személyes kapcsolatok, amikor utána a betegutakat tudja irányítani. A József András Tagkórházban évtizedes tapasztalat gyűlt össze a kardiológiai és a neurológiai gyógyítás területén. Ezt szeretnék átvenni a határ túloldalán, a Szatmár megyei kórházban is, mondta a megyei tanácselnöke. 4-5 évvel ezelőtt, amikor megszületett a pályázat ötlet, akkor azt tűztük ki célul, hogy 50%-kal csökkentsük a maradandó károsodással, illetve halállal végződő stroke eseteket Szatmár megyében. És ezen jó úton járunk, hisz már látszanak az eredmények. Mi még önerőből mellé tettünk egy teljesen új épületet, tehát egy új szárnyal bővült a Szatmár megyei sürgősségi kórház, és ugye itt nem csak az ott élőket érinti ez, hisz ez a határmentiség elve, hisz a határátkelőnkön még 2 millió ember utazik át, és ugye ez olyan típusú betegség, az agyérrendszeri betegségekről beszélünk, ami bárkit, bárhol a világon utazás közben is elérhetnek, és lévén szó sürgősségi kórházakról, ezért gyakorlatilag nem csak az 1 millió ember, amelyik a két megyében él, hanem még az a 2 milliót is nyugodtan célcsoportnak nevezhetjük, aki átutazik. A két kórházban évente összesen 3 millió ember ellátásáról gondoskodnak. A pályázat során összesen 2,4 millió euró támogatást használtak fel.